210 éve, 1808. február 6-án született az 1860-as, 70-es években Kecskeméten tanító Zimmermann Jakab tanár, tankönyvíró. A híres város római katolikus elemi iskoláinak igazgatói teendőit 12 évig ellátó kiváló pedagógus szembeszállt a németesítéssel. Számos, több kiadást megért, népiskolai és középiskolai tankönyvet írt. Ezek között kiemelkedő az 1843-ban megjelent, a maga nemében első magyar irodalmi tankönyve. Az ifjúság számára írt enciklopédiájával éppen úgy a sokszínű, változatos világot akarta megismertetni tanítványaival, akár csak a fényképp őséről, a daguerrotípiáról frissen írt könyvével, mindkét műfajban az elsők egyike volt hazánkban. Ez utóbbi könyvét így ajánlotta olvasóinak. Ki saját szemeivel láthatta, s kezeivel tapinthatta Daguerre bámulatos találmányát, mint nekem a Bécsi Tudományok Egyetemében vala szerencsém kitett fényképeit láthatni és tapinthatni, elegendően meggyőződhetik e kevésre terjedő munka értékéről. Zimmermann Jakab 1878. június 5-én Kecskeméten hunyt el.